Emelkednek az influenzás számok, járványról azonban még nem lehet beszélni. Erről számolt be Mosolygó Éva házi orvos. Mint mondja, 3-4 hete észlelnek olyan eseteket, amelyeket a tünetek alapján egyértelműen influenza vírusfertőzésként kezelnek. Általában felső légúti hurruttal fordulnak házi orvoshoz a betegek. A szakemberek gyorsan felismerik, hogy influenzáról vagy az omikron vírus variánsról van-e szó. Rossz közérzetről panaszkodnak, lázról panaszkodnak, náthás panaszokról folyik az orruk, influenza vírus fertőzésben tipikusan hirtelen és magasra szökik a láz. Jelenleg az omikron variánsnál nem tapasztalunk extrém magas lázakat koronavírus fertőzésben, influenza fertőzésben pedig igen. És ezt úgy mondanám ilyen érdekesen fogalmazva, hogy ilyen száraz magas lázzal járnak, és egyértelműen vízes orrfolyással és nagyon rossz közérzettel. A házi orvos hozzátette, okozhat hányást és hasmenést is az influenza, de nem úgy, mint az omikron esetében. Hangsúlyozza, az egyik legfontosabb, ha tüneteket észlelünk, teszteljünk. A negatív teszt az mindig kétesély, vagy negatív, vagy pedig nem éri el a teszt kimutathatóság határát. A pozitív az mindig egyértelmű. A pozitív tesztet értékelhetjük, hogy innentől kezdve tudjuk, hogy ő koronavírus fertőzött. Ha negatív, akkor érdemes tovább menni PCR-re, igen. Mosolygó Éva hozzátette, a tünetek megjelenését követő 3. napon érdemes a tesztet végezni. A házi orvos felhívja a figyelmet, hogy a patikában kapható tesztek közül az orr és a garat mintát igénylőek megbízhatóbbak. A nyálas teszteket leginkább a kisebb gyermekeknek ajánlják. Fontos tudni, még mindig telefonos egyeztetés után fogadják a pácienseket, hogy a koronavírusos és más betegek ne találkozzanak egymással, így csökkentve a fertőződés esélyét.